Sziasztok! Itt Kristóf, a kockás ember. Ez pedig nem más, mint a hétfő bemutató. Ma ezt a gyönyörű terepjárót szeretném megmutatni nektek, ami a Designers készlet kategóriában a 4404-es számon képviseli. Én azt gondolom, az első érdekességet szeretnék megosztani ezzel kapcsolatban, hogy a Designers set a régi korszakból nagyjából a kreátornak az előfutára lehet. Ugyanis ez a készlet nem csak így magában, mint terepjáraként el megérte, hanem rengeteg más készletet, más modellt is ezt lehet belőle rakni. Na figyeljétek csak! Először is pár adat róla, 2003-ban jelent meg ez a készlet, 679 darabból áll, nagyjából ugyanúgy a kreátor korosztályában 14 és 14 éves kor fölött ajánlják, és a jelenlegi áron 18.000 forint körül indul, persze állapottól függően. Na de miért is mondtam azt, hogy egyrészt a kreátor előfutára, másrészt, hogy rengeteg mindent lehet összerakni. Kezdjük mindjárt ezzel a modellel. Egyrészt, mint látjátok, terepjáró létre nagyon jó rugózása van, tehát nagyon jól hozza a terepjáró feelinget, aztán nyitható az ajtaja, természetesen mind a két oldalon, illetve nyitható maga a hátsó ajtó, lehet akár utánfutót is után mögé kötni, és persze nyitható maga a motorháztető is, van benne szép kis motorkiegészítés, közben állt a visszapillantóját, így. Na de a leges legnagyobb túlvája ebben a kocsiba, az pedig az, hogy megcsinálták a terepjárók igazi ismertetőjegyét, az pedig az alvázas felépítést, ugyanis, hogyha ezt szépen levesszük róla, írni, akkor egyrészt meg vannak kaszni, és itt látható maga az alváz, a futóművel, és itt minden hozzá kapcsolt dologgal, úgyhogy remekül lehet szemléltetni, hogy hogyan is néz ki valójában egy kocsi felépítése. Futómű, alváz, karosszéria, illetve minden más. Úgyhogy egy nagyon jól kitalált készlet, egy nagyon, nagyon jól átgondolt és egy nagyon jól felépített, igazi, olyan készlet, amivel oktatni lehet az ifjúságot, hogy hogyan néz ki egy autó felépítése. Persze a mai világban ez már aktívan kezd megváltozni, hiszen a terepjárók már nem alvázas felépítésűek, de ez igazából már az újkor előszele. Na de nézzük, mit tud még ez a készlet. Egyrészt, mint mondtam nektek, rengeteg modellt lehet belőle összeállítani. Ez a motor és ez a gyorsági versenyautó az, aminek az összerakási leírása benne van alapból a füzetben, de ezen felül a LEGO gyárilag mutatott pár extra dolgot, ilyen például egy kokárt, vagy egy versenykamion, aztán itt van egy quad, valamint egy hot rod, ezeket is mind össze lehet rakni, viszont ez nem adott összerakási utasítást. Aztán nézzük az alternatív modelleket, hiszen a LEGO világ az mindig kitermeli magából a extra dolgokat. Ennél a modellnél mindenki megtartotta magának a külsejét, hiszen borzasztóan jól tud kinézni, gyorsan biztos rakom a kerekeire, mégiscsak összetartoznak. Vagy borzasztóan jól kinéző készlet, úgyhogy inkább ezt vezetik tovább, méghozzá dupla kabinos kialakításban, illetve szoktam még rátenni egy lakófelépítményt is extrában. Aztán nézzük, mi van még. A másik másik ilyen alternatív modell, amit összerakott a LEGO világ, az pedig egy Forma 1-es autó, ami borzasztóan szépen eltalált, nagyon jól kidolgozott, úgyhogy egy igazán jó kis készletet belőle. Nos, nagyjából ennyit akartam elmondani erről a készletről. Persze ilyenkor a videó végén mindig jön a pro és kontra gondolatok. Pro, igazából mindenkinek tudom ajánlani ezt a készletet. Annak, aki csak fel akarja rakni a polcra, hiszen nekem is úgy van, és gyönyörködik benne. Annak, aki játszani vele és összerakna ez sok-sok fajta modellt belőle. Illetve a gyerkőcöknek is, hiszen egy remek jó, játszható, egy elég stabil, illetve egy nagyon jó oktatásra szolgáló készlet ez. Ki az, akinek nem ajánlom? Hát igazából talán annak, aki nem szereti a sárga színt, vagy nem szereti az autókat. Ezen kívül szerintem nem csinál más ember, aki nem ajánlom ezt a készletet, hiszen generációtól függetlenül mindenki a kedvence tud lenni. Nos, ennyit akartam erről mondani erről a készletről. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót. Jöhetnek kommentben a hozzászólások, akár a videóhoz, akár magához a készlethez. Várom őket. Ezen kívül iratkozzatok föl, hiszen jövő hétfőn
Ismét jövök egy bemutatóval, addig is viszont egy kellemes hetet, sziasztok!